Jubileumához érkezett a szolnoki utazás és szabadidő kiállítás, hiszen 25. alkalommal rendezték meg. Magyarországon ez az egyetlen vidéki idegenforgalmi expó, amely túlélt egészségügyi korlátozásokat, gazdasági nehézségeket. A megyei önkormányzat rendezte az első kiállítást, majd Szolnok városa gondoskodott róla. 10. éve pedig az Abbanovák Agóra Kulturális Központ a rendezvény házigazdája, amely régóta nem csak a megyéről, vármegyéről szól. Az idei kiállítás díszvendége Veszprém, Európa 2023-as kulturális fővárosa volt, de önálló standdal jelent meg Szolnok testvérvárosa, a németországi Reutlingen, és természetesen Karcag is. Számomra Karcag jelenléte különösen kedves, hiszen Tiszaszent Imrei származású vagyok, én is kun ember vagyok, és a sámándob, amelyet nagy örömmel hallottam, hogy megépítettek, újjáépítettek a világkiállítás után Karcagon, illetve a fürdő mutatkozik itt be, de én azt gondolom, hogy külön színfoltja minden hónapban a helyi termék vásárunknak a karcagi birkapörkölt, úgyhogy Karcag egy különös, kedves vendég számunkra. Nyilvánvaló, hogy a külvilág Karcag hallatán a birkapörköltre asszociál elsőként. A kun hagyományok legízletesebbje, méltán a város marketing zászlóshajója, ám szerencsére városunk nem csak erről lehet ismert, nem csak ettől lehet vonzó. Nagyon sok természeti értékünk van, amelyek felújításra kerültek, könnyebben megközelíthetőek, hiszen az Ádorhídhoz is most már el lehet jutni akár gépjárművel is, és nagyon sok olyan épített értékünk van, amelyet megtekintésre tudunk ajánlani. Nagyon sok olyan van, amely régen épült, és bemutatja azokat a hagyományokat, amelyekkel településünk rendelkezik, és nagyon sok olyan új van, amely most az elmúlt években, évtizedekben épült meg, vagy újult meg, és amely olyan csodálatos látványt, olyan új élményeket nyújtott a városunkba látogatóknak, amely miatt érdemes Karcagra jönni, érdemes Karcagot végigjárni, végignézni, megkóstolni azokat az értékeket, amelyek a gasztronómia területén vannak. Tehát én azt látom, hogy ebben a lendületes fejlődésben most már több napos programokkal is tudjuk várni az ide látogatókat, ide érkezőket. A szakkiállítás nem csak arra jó alkalom, hogy a települések megmutassák, hirdessék magukat reménybeli vendégeik körében. A települések idegenforgalmi szakemberei egymás közt tapasztalatokat cserélhetnek.